A Kadét programhoz egy osztály csatlakozott. Ők a honvédelmi alapismeretek tantárgya tanulják heti egy órában. Továbbá minden hónapban van egy honvédelemmel összefüggő foglalkozásuk, ahol test közelből megismerkedhetnek a honvédelemmel és a Kadét program által felölelt értékekkel. A honvédelmi alapismeretekből ez egy plusz tantárgy számukra. Különféle témaköröket onnasok, ez vagy túlélési ismeretek, vagy hadtörténeti alapok, alaki felkészítésben részesülnek itt iskolai keretek között, és ezeket a honvédség közre működésével ezeken a délutáni foglalkozásokon valóságban is kipróbálhatják. Ugye az idei évet nézzük, akkor voltak már túráik, ahol a víztisztítás, tűzgyújtás gyakorolhatták, volt lövészetük, aztán a hadtörténeti múzeumba tettek látogatást a diákok, valóban volt ilyen, hogy hadisírgondozás, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt megéljék helyi szinten is a diákok, illetve a szolnoki reptárban is tettek már látogatást, de ezen kívül vannak olyan programok, amelyeket a honvédség hirdet meg, futás a békér, amikor Szolnokon a helikopterbázison tehettek látogatást a gyerekek, futottak, tehát egy közös futás volt a többi kadét iskolával, de még ezt egybekötötték, ott helikopterekbe szállhattak be, tehát a laktanya életébe is egy kicsit betekintést nyerhettek, tehát laktanya látogatás is van ilyen téren. Ezeket a plusz órákat örömmel veszik a diákok, hiszen ezek izgalmasak számukra. Mindenféleképpen nagyon szeretik, hiszen minden hónapban van egy izgalmas programjuk, és még ezt az is tovább növeli az örömüket, hogy a diákok, akik jól tanulnak, ők ösztöndíjban részesülnek, és azok a diákok, akik nagyon jól tanulnak, ők például havonta 40 000 forintban részesülnek, most ebben az osztályban is van 5 ilyen fő, aki megkapja ezt az ösztöndíjat, de ez ilyen sávosan van, tehát a legtöbben kapják. Ábrahám István számára a program azt adta, amit várt. Nekem eddig azt adta ez a Kadét program, hogy igazából megismerhettem magát a honvédséget, úgy mármint, hogy gyerekszemmel nyilván. Szerintem elég sok, lehetőség van ebbe az egészbe. Ebben bűnügyi technikus édesapja példaképe. Hát eddig a legvonzóbb nekem a rendőrségnél a technika volt, a bűnügyi technika. És én ezen az ágon szeretnék tovább menni édesapámnak a nyomdokába. Batósára szerint is nagyon izgalmas ez a program. Nagyon izgalmas ez a program, meg sok mindent megtudhattunk így a katonasági dolgok körül. Neked mi a legnagyobb élményed eddig? A lövészet volt, meg hát így a programok, a kirándulások, új dolgokat megtudtunk. Sára határozottabb lett a program által. Sokkal többet dob arra, hogy tanuljunk, hogy már átlagtól függ, és sokkal többet tanulunk így, hogy ösztöndíjat kapunk. Figyelmezettebb lettünk, meg sokkal többet gondolkodunk így, hogy kéne a dolgokat, meg odafigyelők vagyunk. Ha végez, a rendészet felé szeretne menni, neki a kiképzés még néha nehéz.